Sziasztok! Csak azért jelentkezek be, mert sem a hajam, sem a sminkem, sem a semmim sem szép, sem az outfitem, nem mutogatni szeretném magam. Viszont mindenképpen szerettem volna személyesen bejelentkezni, mielőtt az újabb videómba belefogok. Most fogok készíteni egy univerzális hátizsákot keresztemes horgolás technikával. Ami azt jelenti, hogy olyan technikát mutatok, amit az alaphorgolás tanfolyamban még nem mutattam be, bár lehetséges, hogy utolérem addigra magam, mire ezt kiposztolom YouTube-on. De a helyzet az, hogy egyre csalódottabb vagyok a nézettség tekintetében, a sikert sokkal lehengerlőbb sikernek vártam. Mindent igyekszek megmutatni minden videómban, és szeretném is ezt a jó szokásomat tartani. Azonban lehetséges, hogy ritkábban fogtok új videót kapni. Ritkábban fogom megmutatni azt, hogy éppen mit csináltam már. Lehet, hogy egy picit újítok a profilon. Az alaphorgolás tanfolyam mindenképpen le kell, hogy menjen. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen. Minden egyes horgolás projekthez szükség van arra, hogy tudj horgolni, tisztában legyél az alapokkal, mindenféleképpen. Ez a legfontosabb csapásvonalam, és az amigurumit fogom erősen a középpontba helyezni. Azt is megmondom, hogy miért. Ez a zsinórhorgolás egy kicsit ilyen felkapott hobbi. Én is ezt próbáltam alapból használni arra, hogy megfogjam a nézőközönség figyelmét, de úgy tűnik, hogy nem egészen hatásos, és a horgolás szeretete vezetett ebbe az irányba. Nagyon látványos, nagyon fasz, nagyon klassz táskákat lehet alkotni, de nagyon kemény munkával, nagyon-nagyon magas összegű beruházást igényel egyetlen táska elkészítése is. Higgyétek el nekem, hogy alapanyag szinten, ha bőrt használok, akkor 12.000 forint alatt nem áll meg egyetlen egy táskám sem, és csak az alapanyagról beszélek, meg hát az eszközökről nem is már, tehát az már egy korábbi beruházásom eredménye. A videózásról nem beszélek, hogy mibe került az, hogy én ebbe bele tudjak fogni. A kicsi-pici hátteremet nem is említem, meg a körülményeimet se. Mindenképpen fogom folytatni a videókat, de teljesen átszervezem. Teljesen át fogom szervezni az egész minőségét és volumenét, illetve az alapanyagaimat is teljesen reformálni fogom. Ennek tudatában kérlek tartsatok velem ebben a videóban, ahol még most bőrkiegészítőket fogok használni, és tényleg mindent megmutatok ezzel a táska típusommal kapcsolatban, amit én tudok. Megírtam a mintát nektek. Felteszem, még ingyenesen elérhető lesz a madzag, és amit kihozunk belőle a csoportban, ameddig a csoport működik, mert sajnos a Facebookban is nagyon sokat csalódtam az utóbbi években, sokkal többet vártam tőle. Nem tudom még az irányt azt tudom, az eszközöket nem biztos, hogy megtartom. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogyha egyre többen vagytok, de lehetséges, hogy több év lesz, mire most a jelenlegi nézőként te látod ezt a képet, most 2000, illetve ezt a videót, most 2022. júliusát írjuk. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mikorra érem el azt a határt ezzel a csodálatos technikával, amikor is már mondjuk jövedelmet szerzek ezekkel a videókkal, amiben rengeteg munkám van. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá. Remélem, hogy velem tartasz az úton. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg. Köszönöm, hogy itt vagy, hát belefognék ebbe a videóba.